Szóval végre elérkeztünk a harmadik alkalomra. Már elvileg tudunk a reaktorról nagyon sok mindent, meg a Redux-ról nagyon sok mindent, úgyhogy egy picit próbáljuk meg ezt az immutable dolgot elővenni, mert hogy már az első alkalommal elhangzott az, hogy mi ez az immutable. Ugye ez bedobásra került, mert hogy a React, Redux és mindenfajta ilyen modern frontend technológia megpróbál csalni JavaScriptben, és azt mondja, hogy egy objectnél nem ellenőriz semmi mást, mint egy sima két, vagy igazából tök mint egy három egyenlőségjeles ellenőrzést adott objecteknél, hogy valami változott-e. Na most ez olyan, mint hogyha pointereket hasonlítanánk össze C-be meg C++-ba, tehát nem biztos, hogy egy pointer nem változása azt eredményezi, hogy ahova mutat, az sem változott. És éppen ezért van ez az immutable nevezetű fogalom, és egy az egyben copy-paste-elemeltem át, mint egy jó diplomamunka a definíciót, tehát, hogy elvileg az immutable data nem csak JavaScripten belül, de valami olyan adat, ami, hogyha egyszer már létrejött, akkor nem lehet megváltoztatni. Most ez van szépen hosszan leírva. De hogy miért jó ez nekünk, hogyha egyszer létrejön valami adat, és nem tudok rajta változtatni, csak úgy tudok változtatni, hogy létrehozok egy új változatot belőle, ahova gyakorlatilag átmásolom, átlinkelem, megváltoztatva a pointereket átmutatok a régi adatstruktúrába, és behúzom az újat. Hát azért, hogy ne lőjük magunkat lábon. És ez a shallow compare, rögtön demo time-mal kezdem. Belenagyítok ide. Mert hogy miről szól ez az egész? Bárhova. Miről szól ez az egész? Csinálok egy A variable-t, kicsit még jobban belenagyítok. Ami azt mondom, hogy legyen 12. Ez így nagyon szép, A 12. Csinálok egy function-t, a generátornak hívom, de jó, hogy jól kezeli a line height-ot. Azt mondom, hogy ez a generátor, ebbe benne van egy belső memória. Memória az alapvetően 0. És ez a generátor visszaad egy belső function, tehát ez tényleg egy generátor function lesz, ami azt mondja meg, hogy if memória az nem egyenlő a bejövő paraméterrel, akkor belső memóriámba eltárolom azt a paramétert, előtte meg kikonzologom, hogy változás, azt mondja memória, far. És hogyha meg nincsen változás, akkor nem fogja kiírni ezt az egészet. Most azért csak ide rakok egy else-t, so close. Ide rakok egy else-t, amiben azt fogom mondani, hogy console.log, nincs változás. Jó, tehát mit csinál ez? Egy egész egyszerű function, ami egy bejövő paramétert ellenőriz, hogy ezt már látta-e. Ha nem látta, akkor kéri, hogy változás van, ha már látta, akkor nincsen változás. Mire lehet ezt használni? Van valami nagyon komplex műveletünk, azt szeretnénk, hogy csak akkor számolódjon újra a komplex művelet eredménye, mondjuk az n-edik prim számot akarom kiszámolni, hogyha a paraméter az új. Tehát, hogyha eddig az ötödik prim számra voltam kíváncsi, és a legutolsó alkalommal az ötödik prim számot már kikalkuláltam, akkor ide egyszerűen egy var utolsó eredményt mondjuk fölveszek, és akkor az utolsó eredményt egyszerűen vissza tudom adni. Ez a memoize, vagy hogyan hívják nagyon kreatívan ezt a cuccot, tehát gyakorlatilag egy local cache tudok csinálni. És nagyon remélem, hogy fut a kódom. Nézzük meg, azt mondom, hogy gen 1, so close. A gennel csak le tudom generálni a függvényt, ugye? Legyen mi a neve. Mi 1. Változás 0-1. Ma ez volt az első bemenet. Lefutatom újra, nincsen változás. Az 1-et adtam be. Beadom a 3-at, minő meglepő 1 volt. Az előző 3 lett az új. Jó? Tehát van benne egy kicsi logika, nem state lesz ez a function, hanem van valami belső okosság. Ezt egyébként úgy értem el, hogy leheletnyi scoping-gal ide beraktam egy változót, amire ez rálát, de a világ nem. Jó? Ez előfordul. React is nagyon sok ilyet csinál. Egyszerű dolgoknál, mint az 1, meg a 3, meg bármilyen string, ez így alapvetően elég egyszerűen működik. Még a 0, meg az undefined is belefér, mert szerintem 3 egyenlőséggelet használtam, pontosan annak a negátját. So close, nem erre mondhatom. Jó, nézzük meg, mi történik, hogyha csinálok egy objectet. Azt mondom, hogy alma, az körte. Ne, alma legyen alma. És azt mondom, hogy mi a... Hoppá, nullról hirtelen
almára váltottam. Viszont mi van, hogyha az A almán belül, azt mondjam, hogy az legyen körte. Jó, nem csalás, nem álmítás. Az A most egyébként így néz ki, hogy alma körte, itt még alma volt, futtassuk le a mi A-t. Nincs változás. Miért nincs változás? Shallow compare. Tehát, hogy csak a pointert hasonlítja össze, ez egy memóriaterület, most nagyon-nagyon lebutítva, ez egy pointerre, igazából a pointer nem változott, a memóriaterületen változott valami. Hoppá, és már lábon lőjük magunkat. Jó? Mert ezen a ponton azt kellene látnom, hogy van változás. Mert hogy van változás. Nézzük meg, hogyan lehet, megint csak egy paraszt módon, a legegyszerűbben egy deep compare-t megcsinálni. Deep compare-t meg tudok úgy csinálni, hogy Stringify. Ez mindenképpen stringé teszi, sőt, itt már megengedem magamnak ezt az egyszerűsítést is, akár típusosan is lehet egyenlő. Nem. Ugye létre kell hoznom ezzel a generátorral magát egy függvényt. Mi 1, 0-ról mi 2, 2-t beadva újra nincsen változás, eddig tökéletesen jók vagyunk. Próbáljuk meg visszaállítani almánkat. Alma. Nézzük meg most az A-t. Király változás van. Állítsuk át A.alma az egyenlő körte. Futtassuk le megint. Mit írtam el? JSON.stringify. Aha! Tudom, mit írtam el. Mert hogy attól függetlenül, hogy egy pointert kiértékelésnél JSON.stringify-olok, az nem jelenti azt, hogy eltaláltam a dolgokat, itt kell a memóriába tárolás előtt kell stringifyolni, és ezen a ponton kell JSON parszolni. Na, mert hogy mit csináltam, tök jól elmentettem a memóriát, és összehasonlításként megint rossz irányból hívtam meg. Na, csak végigjátszom megint ezt a trükköt. Mi 1 működni fog, mi 2 működni fog, 2 még egyszer nincs változás, az A most hogy néz ki? A pont alma az egyenlő alma. Lefuttatom ezt a mi A-t. Tök jó, megvan a változás. A pont alma az legyen körte. És kérlek, változás van. Jó? Változás van. Ez volt az eredeti, ez lett az új. Viszont ezt csak úgy tudom megcsinálni, hogy nem szégyelve a memória területet, nem csak a pointert mentem át, hanem gyakorlatilag az egész objektet. Csinálhatnék object assign-t is, meg vannak mindenfajta trükkök, hogy deep clone-t lehet csinálni egy adott JavaScript objectről. A valóságban nem ez történik. És a React ezt kihasználja egyébként. Tehát a React épít arra, hogy egy object igazából csak egy pointer. És azon belüli ágak is igazából csak egy pointerek. Így tud nagyon gyorsan cserélgetni, és nagyon gyorsan ellenőrizni dolgokat. Jó? És akkor még egyszer, mire jó ez az egész immutable? Szeretem ezt, hogy így lehet lejátszani. Az egész immutable arra jó, hogy nem tudok olyat csinálni, hogy A.alma az egyenlő körte, hanem csak úgy tudok létrehozni valamit, hogy azt mondom, hogy az on belül mondjuk állítsd át az alma kulcsot arra, hogy körte. És ezzel, hát ez természetesen nem volt egy JavaScript, de hogy létrejön egy B pointer, ami már nem lesz egyenlő az A-val. Jó? Mert sok library, sok fejlesztői, nem tudom, hogy berögződés, és esetleg még a véletlenek is eredményezhetik azt, hogy a valóságban te pointert adsz át, holott azt hiszed, hogy erre a pointerre csak egy helyen hivatkozol a kódba, de lehet, hogy a UI mondjuk valahol még ezt bekesselte, összehasonlításnál problémáid lesznek, főleg, hogy nagyon sok optimalizálás, az pont ezekre megy rá, hogy ne, hogy próbálja meg a lehető legkevesebb memóriát használni, próbálja meg a lehető leggyorsabb lenni. Tehát az immutable az egy ilyen fejlesztői védelem erre az egészre. Ezt most bezárom. Milyen megoldások vannak? Nagyon kreatív emberek kitaláltak erre immutable library-ket. Mert hogy alapvetően a nyelv ugye nem képes erre, hogy ezt az object pointeres hülyeséget lekezelje magától, mert nem erre találták ki. És egyébként valamilyen szempontból, ha belegondoltak, ez C++ egy full valid működés, hogy a pointerek így néznek ki. És tudom, most én JavaScript nyelvi elemek előadást, nyugodtan bele lehet kacsintani újra, de hogy a string, a number, a null, az undefined, ezek primitív típusok, tehát ezeket ez a probléma nem érinti. Jó, ez csak az objectre, és gyakorlatilag magasabb szinteken már minden object, mert hogy a class leszármazása, classből definiált instance, az is mind-mind objecté képződik le. Szóval,
Nagyon okosak kitalálták ezeket az Immutable Library-ket. Az Immutable JS-ről rettenetesen sokat fogok beszélni, de megmutatok még kettőt. Mind a kettőnek ugyanaz az alap feltevése, hogy megpróbálja azt megoldani, vagy egy objecten, vagy bármin, ne tudja nélkül módosítani, hogy ezt az egész pointer struktúrát neked menedzsent módon megváltoztassa a kód. Nézzünk bele, hát miért nem a seamless immutable-ből, tehát hogy néz ki ez a történet, hammer can touch this, nagyon imádom ezt az example-t egyébként. Tehát ugye az van, hogy létrehoz valamit, most nem térnék ki sem a szintaxisra sem semmit, ez egy lista, beállít valamit, rögtön egy exception-t kap, hogy ezt nem kéne, pedig elvileg valid szintaxisnak néz ki az egész, de a valóságban kapsz itt elvileg egy exception-t. Ezt sem tudod megváltoztatni, tehát sem listákra, sem objektekre nem működik, de ettől függetlenül hasonlóan viselkedik, mint egy normális array, vagy egy normális object. Ez lenne a cél, jó? A fejlesztőnek a lehető legkevesebb extra munkával ezt a funkcionalitást elérni, hogy ne legyen képes ebbe a pointer halmazba elveszni. Szerintem C-be, C++-ba ez az egyik legnagyobb probléma. Egyébként alapvetően van ez az object.freeze nevezetű történet, ami hasonlóan megpróbál, csak be lehetok megjutani ebbe az oldalba, hasonlóan megpróbál egy ugyanilyen dolgot megvalósítani. Jó? Ez azt mondja meg egyébként, hogy bármilyen objectre, modern JavaScript nyelvekben már rá tudsz írni egy, pontosabban az object freeze-nek ezt átadva, rá tudod kényszeríteni a JavaScript értelmezőt, hogy ne engedje az egyes objecten belüli kulcsoknak a feloldását. De ez is csak strict módban működik, és valljuk be, szerintem kevesen használják úgy a böngészőjüket, hogy nem engedik, hogy a strict módot mondjuk kikapcsoljad kódból, vagy ilyesmi. Jó? Tehát, hogy ez egy ilyen extra. Egyébként egy kommentel jelzett, hogy ez a JavaScript file strict. Egy időben mindenki ezzel játszott, aztán rájöttek, hogy van kultúráltabb módja is, mondjuk bele cross-compilolni, és akkor nem lesz belőle probléma. Na, de hogy visszatérve, az egész immutable ez erre megy rá, írják egyébként, hogy Suffering ez végtelenül unalmas és lassú és stb. Művelet, meg hogy miért nem azt használt, miért ezt használt, és minden egyes immutable library megpróbál egy picit okosabb lenni. Jó? Mert hogy az alap object, meg az alap lista, vagy hát array, az hát nem egy okos dolog, valószínűleg ugyanazokat a funkciókat támogatja már 96 óta, mint amit akkor valaki megálmodott, hogy legyen egy push, egy pop, egy shift, meg egy unshift, de hogy azért valljuk be, jelentősen több helpert is lehetett volna hozzátenni. Csak belemutatok a másikba, és az immutability helper hivatalos ajánlás egyébként a React, az React-nak a dokumentációban is ez szerepel, hogy nyugodtan használd ezt, hogyha nem szeretnél végtelen Facebook terméket. Lelövöm a poént, az immutable JS is Facebook termék, vagy hát Facebook library. Úgyhogy ez is hasonlót old meg. Itt vannak extra függvények, extra kiegészítések, ez alapvetően pure function-okkel játszik, tehát nem magán az objecten mondod azt, hogy set, hanem azt mondod, hogy update, átadsz neki valamit, ez alapján módosítja, és gyakorlatilag megint egy pure JavaScript objected lesz, csak annyi, hogy ennek a pointere, meg ennek a pointere különböző lesz, viszont az összes benne lévő struktúrának azonos lesz a pointere, kivéve amit megváltoztatsz. Mindjárt ki fogunk erre térni, extra funkcionalitások, stb. Stb. Szerintem ez a szintaxis elég kretén, főleg, hogy hasonlít a MongoDB-nek az alap szintaxisához, amint hogyha egyszer valaki megért, akkor rémálmai lesznek tőle. Tehát ez körülbelül így néz ki. Jó. És akkor most átérnék a mai legnagyobb falatra. Immutable.js. Jó. Miért jó ez az Immutable Library? Először elmondom, miért nem jó. Azért nem jó, mert rohadt nagy. Nagyon nehéz felfogni. Iszonyatosan nagy file méretben is. Tehát, hogy akár ilyen 200 kilobyte környéki is tud lenni, néha még minifájolás után is 30-60 kilobyte-ot megesz a kódodba, ami valljuk be, majdnem akkora, mint maga a React. Tehát, hogy nem nagy különbség van közöttük. Viszont ezek a nagyon drága és szép mérnökök a Facebooknál egy nagyon optimálisra kitalált módszert és belső reprezentációt próbálnak ráerőltetni mindenhol. Ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbbször használják újra a memóriaterületeket, a legoptimálisabban próbálják a pointereket megtartani, mindent megpróbálnak felszabadítani, és csak így egy gyors összehasonlítás, volt egy projektünk, amiben 1 millió elemet kellett szortolnunk,
megpróbáltuk a beépített szortal. Tehát, hogy egy őrréről beszélünk, ráhívtuk a szortot. Na most maga a szort, mivel egy a lista objekteket tartalmazott, az objektek egyik kulcsa alapján kellett szortolni. Vagyunk benne egy bonyolult művelet. Na most maga a szort, az kliens oldalon, tehát Chrome-ba, mondjuk egy ilyen 3-5 másodpercet vett igénybe, 1 millió objekten, és gyakorlatilag az Immutable Library-nek a szortja, mint utólag megtudtuk, sortbynak hívják egyébként, okosabban csinálja, mert először is fogja, és az objektekből kiveszi ezt a kulcsot. Csinál belőle egy újabb array-t. Ez aránylag egyszerű. Végig kell csak nyalnia a memóriát, összerakja őket egy helyre. És mivel a szortolásnál nagyon keveset kell már csak mozgatni, ha már csak a kulcsokat variálod, ezért simán egy 5-ször gyorsabb volt, mint maga a pure JavaScript beépített sort. Mert a sortot arra találták ki, hogy van az 1-2-3, és az baromi jól sorba tudja rakni. De amikor már komplex struktúra, vagy esetleg objektek vannak benne, akkor elég kellemetlen mellékhatások tudnak lenni. Itt meg ezek az arcok szerintem ismerik a JavaScript VM-eknek az összes kis baromságát, hogy ezt így kell írni, pedig nem úgy akarom írni, hogy gyors legyen. És akkor itt is van egyébként, mit használnak rohacsok? Hashmap-et, vektoros reprezentációkat, és Clojure-ből meg Scala-ból próbálják átemelni azokat az irányelveket, ahogy ezt baromi gyorsan lehet csinálni. A Scala egyébként nem tudom, ez megvan ez a Java-nak az a kiegészítése, ami alapvetően ilyen big data irányba és nagyon deklaratív irányba mutat, tehát hogy pont arra van kitalálva, hogy végtelen mennyiségű adatot baromi gyorsan kezelj. Clojure-ről meg inkább nem beszélek. Jó, király. Maga az Immutable.js-nek több része van. Nem véletlenül nem a hivatalos dokumentációval kezdek, mert rémisztő. Tényleg rohadtul rémisztő, napi szinten használom. Attól függetlenül, hogy gyakorlatilag egy éve dolgozok majd, hogy nem napi szinten ezzel a library-vel. Jó. Különböző típusok vannak itt is. Ezek mind-mind osztályok. Jó. Mindegyiknek van speciális használati módja, és annyi, hogy itt is az az irányelv, hogyha rosszat használsz, rossz lesz a performancia. Ha jót használsz, jó lesz a performancia. Ha rosszat használsz, nem lesznek meg azok a functionok egy adott ponton, amiket használni akarnál, mondjuk egy sort. Mert például a stackbe van, de a setbe mondjuk nincsen sort lényegében, csak az ordered setbe van sort. Tehát, hogy nagyon belimitálják azt, hogy ezeket a típusokat mire lehet használni, de a használatuk viszont iszonyatosan gyorsan arra használod, amire kell. Remélem sikerült így a lényeget átvinni. De itt is próbáltam az eredeti dokumentációból szó szerint átemelni az első mondatokat, mert nagyon nehéz jobban elmagyarázni, mint ez az ordó logennes magyarázás, amit előre is elnézést kérek mindenkitől, aki túlérte az algoritmus elméletet, de hogy ez sajnos ilyen. Jó. A listet és a mapet fogjuk a legtöbbet használni, nem árulok el trükköt, ezek előre is vannak véve, többit is azért néha előkerülhet. Jó, először is van egy listünk. Milyen meglepő ez egy lista, sorrendezett, indexelt elemekkel, mint egy JavaScript array. Tehát ami eddig array volt, azt listába próbáljuk majd tárolni. Jó, van egy stackem, ez is egy indexelt collection, nagyon gyors hozzáadást és kivételt tartalmaz. Na most erre használjuk alap JavaScript-ben magát a listát, de itt ez, mint egy ilyen klasszikus push-pop, unshift-shift képes működni. És annyi, hogy attól függetlenül, hogy a list és a stack nagyon hasonlónak tűnik, mégis más. Másfajta optimalizálások vannak benne. A list az egy általánosabb dolog, a stack meg csak tényleg arra jó, hogy egyik végén beadagolj adatokat, és vagy a másik végén, vagy ugyanazon a végén kived belőle. És ugyanígy. Tehát ez egy ilyen kétoldalú kurka töltő. Jó. Map. Ez az objectünk. Jó. Defaultból egy objectből map lesz immutable JS-ben, mert hogy ez egy sorrend nélküli, kulcssal ellátott kollekció, tehát kulcsértékpárokat tartalmaz, és ott is van, hogy ordó logen, meg ordó logen a beszúrás, pontosabban az adat kinyerés, és az adatoknak mondjuk a felülírás, vagy esetleg beszúrása. Van egy ordered map-em, ugye az előzőnek volt egy ilyen unordered collection, tehát a map-be csak úgy valahogy benne vannak a cuccok, jó? Megmondom nektek miért, mert vödrös hash-t használ a kulcsokra. Ez fontos. Ezért tudja gyorsan ordó logenbe mondjuk kinyerni az adott kulcshoz tartozó értéket. Nem tudom, hogy ezek megvannak-e még, hogy vödrös hash, meg ezek a hülyeségek. A lényeg, picit máshogy tárolja a dolgokat, mint az ordered map, ami magára, a kulcsokra is nagy valószínűséggel fenntart belső reprezentációjába valamit. Mert hogy ezek így szépen egymásra épülnek. Jó.
Van egy szetem is. Ez iszonyatosan király, egyedi, ez fontos, egyedi kulcsok. Itt is ez az ordológennes történet van benne. Minő meglepő, szedben nem tudok két ugyanolyan elemet elhelyezni, tehát az egyes nem tudom beleszuszakolni kétszer. Ez is valószínűleg valami vödrös hash implementációt tartalmaz. Viszont van egy ordered set, ami még ezeket a kulcsokat is sorrendben tartja. Jó? Királyság. Ismét csak elmondom, elég a mapre meg a listre koncentrálnunk. Nagy valószínűsége nem lesz performancia problémánk 30 elemmel. És még egy extra van, ez a record, ez egész későn érkezett meg az Immutable.js-nek a világába, vagy hát még egy van, hát még felsoroltam párat, de hogy csak a legfontosabbakat. Ez a record, ez annyit tud, hogy definiálhatsz egy struktúrát adott tárolandó objektumokhoz. Tehát például azt mondod, hogy az összes ilyen típusú objektumnak lesz egy, nem tudom, egy fej kulcsa, meg lesz egy láb kulcsa. A fej kulcs az 2, hogyha meg nem 2, akkor azt felülírhatod máshol. A lábnak az alapértéke mondjuk undefined, mert ez is engedélyezett. Hogyha nem undefined, akkor felülírhatod. Egyértelműen memória optimalizálásra, keresésre és kulcsok kezelésére használja a rekordot maga az Immutable.js. Hogyha nem így dolgoztok vele, tehát nem az van, hogy van egy típusú valamitek, hanem random elemeket akarsz összehaigálni, mindegyik támogatja azt, hogy random elemeket dobálj bele. Viszont, hogyha tudod, hogy pontosan ugyanolyan típusú, ugyanolyan attribútumú elemeket szeretnél tárolni, akkor ez úgy néz ki, hogy az alapobjektből létrehozza a rekordokat, rekordokból csinálsz mondjuk egy szetet, és a szeteken végzel műveleteket. Jó? Ez már ilyen über-über-über optimalizálás. És hogy megfejeljem, és nem véletlenül pörgetem ennyire gyorsan a dolgokat, hogy így még mielőtt kihullik az első, amit elmondtam, a végére érünk, ami még előkerülhet, az a sequence és a collection. A sequence az egy, hát lényegében egy lista, egy ordered list, tehát hogy elemek vannak benne szépen egymás után, kulcsokra szokott ez működni, viszont ami fontos, hogy ez lazy, tehát ez azt jelenti, hogy ameddig én azt nem mondom, hogy szeretném a lista következő elemét, addig a sequence nem tudja, mi a lista következő eleme. Jó? Sequence az nem tárol, az nem tároló, hanem mondjuk azt mondom, hogy egy ordered mapnek, ami ugye kulcsértékeket tárol, szeretném a kulcs szekvenciáját kinyerni, és ezen szeretnék iterálni. Mi a különbség a között, hogy kinyerem ezt a szekvenciát, és a végén kapok egy listát, és a listán operálok, iterálok, vagy magán a szekvencián? Az, hogyha tisztán a szekvencián iterálok, akkor a szekvencia nem tudja, hogy hány elemen fogok végigmenni, nem tudja, mi a következő elem. Tehát, hogyha félúton mondjuk az iterációmat megtöröm, mert keresek valamit és megtaláltam, akkor kevesebb művelet fog lefutni, mint hogyha listát nyernék ki, és a listán iterálnék. Mert ha kinyerem a listát, tudom az összes kulcsot, kikalkulálom az összesnek a helyét. Jó, ez megint csak ilyen matematikai reprezentáció, de fontos ezt a szekvenciát megérteni, hogy mondjuk a szekvenciának miért nincsen hossza, vagy miért nincs defaultból így, csak így ráhívok, hogy hossz. Meg ilyenek. Mert nem tudja a saját hosszát. Ez félúton fogja kikalkulálni. A collection, az pedig gyakorlatilag a trupülöknek a az Immutable.js-es megfelelője, tehát ilyen kulcsérték pároknak a tárolgatására nagyon jó. Ez akkor jön elő, amikor mondjuk egy listába csomagolt mapből, csomagolt listában csomagolt mappet szeretnék elérni, és collection-ökszön keresztül fogok iterálni. Eddig most így nagyon gyorsan beleöntöttem a fejetekbe, de szeretném ezt megmutatni, hogy néz ki a valóságban. Van egy ilyen frankó cucc. Immutable, behúzom 3.8.2, 4.0.0, RC9-nél tartunk, azt hiszem, nem ad hozzá sokat a világhoz a 4.0.0, ám te gyorsabb, tehát, hogy jó. Van neki egy, ja, legalább a diatecét elolvasottam volna. Normál objektekből hogy csinálunk Immutable.js objekteket? Nagyon kreatívek voltak, srácok, van egy from.js nevezetű függvény, azt mondod, hogy from.js, ide raktam egy egész kellemetlenül nagy. Hát mi ez? Ez egy object igazából. Két kulcsa van, legfelső szinten, egy A meg C, azon belül van egy B, és a B kulcson belül meg van egy lista. Mi lesz a reprezentáció? A külső az egy map lesz. Két elemmel, A-val meg C-vel. A B saját magán belül az megint csak, vagy nem, hát az A-hoz tartozó érték az egy map, aminek a kulcsa, amiben van egy B kulcs, amihez tartozik egy lista, és a listán belül megint vannak elemek. Jó? Tehát hierarchikusan szépen átkonvertálja ezt az egészet,
nekünk az immutable.js a megfelelő elemekre, és meple vagy listre. Jó? Nem szokott nagyon mást variálni. És akkor hogyan történhetnek dolgok? Azt mondom például, hogy a.get, mi kell nekem, de vagyis ez nincs is ez elmentve valami. És azt tudom mondani, hogy valami pont get c. Majdnem, így. Tehát direktbe, de jó kérdés, hogy le fog-e futni, direktbe nem tudok már úgy hozzáférni, hogy valami pont c, mert ez nem létezik. Na, ha kérlek, fussunk le valahogy. Így gondolom. Valami pont c az undefined, mert ez már nem egy sima object, hanem ez egy immutable object, tehát azt mondani, hogy a.get az legyen egy, vagy valami pont get c, az visszakapom a 40-et. Jó, ez már egy primitív típus, itt tényleg visszakapom a 40-et. Nem egy immutable-be csomagolt, nem bőrbe csomagolt 40, ez 40. Mi történik akkor, ha kikérem az át? Kikérem az át, akkor visszakapom azt a mepet, amin tovább dolgozhatok, tehát abból ki tudom kérni a b-t, ezt megint lefutatom, minő meglepő, egy listát fogok kapni, és ebből ki tudom nyerni mondjuk az első elemét. Az a 10-es. Jó? De tudok ilyet is csinálni, hogy mondjuk get in a, b, 0. És kérlek, tudjak ilyet csinálni. Jó? Tehát megadhatok ebben a fában egy utat is, hogy hogyan szeretném ezt az egészet bejárni. És, ami még izgalmasabb, hogyha mondjuk leszettelem a c-t, nem is set in, csináljunk egy igen komplex dolgot rögtön az elején, hogy megrémüljünk. A b-ben a nulladik elemet beszeretném állítani, egy eddig 10 volt, mondjuk legyen ez a szép szám, és azt mondom, hogy a valami 2, az legyen egyenlő a valami set in b 0, és ez a bazines szám. Remélem lefut. Király. A valami 2, minél meglepő, visszakaptam egy nagyon izgalmasan, majdnem ugyanazt, mint az előbb. Nem jött össze. Ez tény. Így is van, visszakaptam egy nagyon izgalmas dolgot. És akkor miért jó ez az egész? Jön ezen a ponton a kérdés. Azért jó. Ez nem kell nekem, ez nem kell, nagyon nem kell. Jó, miért jó ez az egész? Mert azt tudom mondani, hogy a valami pont get a titritri b get c. Ide is valami komplexebbet kellett volna jönni, de mindegy. Tehát a valami pont get c és a valami kettő pont get c az azonos lesz, attól függetlenül, hogy mondjuk ez egy számérték, hogyha egész egyszerűen ez egy object lenne, akkor is azonos lenne. És szerintem meg is fogom tudni csinálni azt, hogy ide azt mondom, hogy alma körte. Csak hogy lássuk az egészet így lefutni. Remélem beírtam mindenhol mindent. Mi nem tetszik? Ej. Syntax error. Na, futika van. Mindegyik futika. Király. Tehát látjátok, ez a két elem azonos. Mert hogy ezzel a setinnel, bár módosítottam magát a valamit, tehát a valami nem egyenlő a valami kettővel. Vagy hát nagyon remélem, hogy nem egyenlő, mert különben egy világ dől össze bennem. Tehát, hogy ez a két legfelső szint ez nem azonos, de az azon belül egy ágon elhelyezett C, amin belül van egy object, az egybe át tudott emelődni az eredeti struktúrámba, az új struktúrába, mert nem nyúltam hozzá. És ugyanígy meg tudom nézni igazából, hogy a valami 2.get, mi volt az eleje része? A, az egyenlő-e a valami 2.get a-val. Meglepő módon nem lesz egyenlő. Mi? Mutika. A. Az még egyenlő lesz, mert a b-n szeteltem. Akkor meg főleg. Muti. Na, nem szabadna egyenlőnek lennie szerintem. Futika. Így is van. Mert hogy, ugye ebben a fában bárhol módosítok valamit, fölfele az összes csomópontnak meg kell változnia. És ez baromi nehéz fejben tartani. Ez egy egyszerű set. Ez egy egyszerű beállítok valamit. Jó, nem mörgyölök három adat struktúrát meppelésen keresztül, hanem csak beállítok valamit. Jó, de hogy kultúráltan észhez térjünk így a másik oldalon, ennek van ellentéte is, tehát most jelenleg, hogy ráhívok arra, azt mondom, hogy valami .json, akkor jó esetben visszakapom ugyanezt a dolgot rendes objectes
megfelelőjét, látjátok az összes beágyazott struktúra és meg eredeti struktúra visszaalakul gyakorlatilag az eredetivé, meg itt vannak a régi array-es prototype-ok, tehát bárhol a rendszerből ki kell lépni egy immutable.js-es objectnek, vissza tud alakulni normál objecté, mindenfajta fájdalom nélkül, hogyha nem ezt a to.js JSON-t használom, hanem abszolút megmondom neki, hogy mit szeretnék, mert néhol azért valljuk be nem egyértelmű, mondjuk egy setből mit szeretnék, egy ordered setből, egy stackből, vagy bármi ilyesmiből, vissza tudom alakítani. Jó, király. Listát sokat fogjuk használni, most csak azért, hogy még egy toolt megmutassak, hogy mennyi toolt ismerek, nyissuk be ezt. Téged meg nem így szeretnének, hanem... kellemetlen. Így akartam. Nem. Mert így bele tudok elvileg annyira nagyítani, némi trükkel. Na, hát ez teljesen rossz volt. Jó, hogy ott legalább látni fogjuk a CD-t, csak pont a futtatás gomb maradt ki, mi? Zseniális. Jó, hát próbálkozzunk. Ja, meg konzolobra írattam ki direkt. Akkor meg főleg ezt kell megnyitnom. Királyság. Jó, tehát, hogy néz ki ez az egész? Ugye használjuk a from.js listet, mappet, ezt behúzzuk az immutable library-ből. Ezt a from.js-szel már megismerkedtünk, mi lesz ebből az egészben, nagyon izgalmas dolgok lesznek belőle. Lesz belőle egy list, azon belül lesznek mappek, azon belül már csak kulcsérték párok, tehát innentől nincsen tovább. Viszont tételezzük fel, hogy van egy B listánk, amiben megint csak vannak objectek, és ezeket össze szeretném fűzni. Ezeket meglepő módon össze tudom fűzni, mind a kettő egy lista, nem mond ugye semmit, majd a rekord itt tud majd okosan bejönni. De mivel, hogyha nem összefűzni akarom, hanem mondjuk merge-ölni szeretném. Merge. Tökéletes. Merge-ölésnél mi fog történni? Hát jelen esetben nem sok minden, mert ez egy lista, úgyhogy a nulladik indexelésű a nulladikkal felül fog íródni, ez is felül fog íródni ezzel. Viszont mi van, hogyha azt mondom, hogy merge deep, a két adatstruktúrát kicsit komolyabb szinten öntsük össze, akkor az történik, hogy ez a nullás kulcssal ellátott, meg ez a nullás kulcssal ellátott valami, ezeknek a tagváltozói összeöntésre kerülnek. Na most általában nem így szoktuk ezt használni, mert ez egész konkrétan hülyeségnek tűnik, hanem csináljunk egy olyasmit, ami már majdnem adatbázis. Jó? Látszik, hogy rögtön átváltottam jó kis array-ről, vagy jó kis listáról mepre, 1, 2, 3, 4. Van egy ilyenünk szépen valahol az adatbázisunkban, ezt leküldjük React-ba, most már nagyon beletúrok, hogy hova küldjük le, de mondjuk Ajax-osan megérkezik, ez a kezdeti adatbetöltésünk. Felhasználó csinál valami izgalmas műveletet, amin keresztül, hát ez nem is kell ide, csinál valami izgalmas műveletet, amin keresztül megváltozik valami. Mondjuk az egyes ID-unak változzon meg a neve, az lesz a neve, hogy Pista, a 3-as ID-unak meg megváltozik a countja. Vagy egész egyszerűen csak update-et küldök a usernek. Jó. Ezt szépen így megfogalmazom egy csomagba. Valljuk be, ilyenek azért vissza tudnak jönni egy backendről. És lefutom ezt az egész merge deep-et, akkor mi történik? Megtartva az eredeti struktúrát és az eredeti adatokat, csak azok a részek változnak, aminek tényleg változnia kell. Az előbb, ahogy mutattam, hogyha ezt kötném be React-ba, akkor mihez nem nyúltam? A 2-eshez és a 4-eshez. A 2-es és a 4-es elem shallow compare-be azonos lesz, nem kell újra kirenderelni. Az 1-es 3-as elem megváltozott, viszont hogyha ez a megváltozás például nem érinti a count-ot, akkor a count-hoz tartozó komponens el tudja, nem fog újra renderelődni, csak mondjuk a name-hez tartozó komponens. Jó? Tehát, hogy nagyon jól ki van találva ez, hogy az immutable.js-t valahogy úgy drótozzuk össze React Redux struktúrában, hogy segítse ezt az egész shallow compare-es újra renderelő struktúrát. Egyébként a merge meg a merge deep az immutable library-ben elég jellemző. Nagyon sokszor előfordul, hogy van valami eredeti adatom, van egy új adatom, és csak annyit szeretnék, hogy össze szutymákolni valahogy, úgy, hogy mind a kettőből valamit átemelünk. De mit tud még a lista? Meglepő módon a push-popot, azt tudja, tehát ugyanúgy, ahogy egy normál array, tudja a first-ot, last-ot. Én most, hogy megsemmisítettem az egyedülit, amit bemutathatnám, ez elég kellemetlen, de hozzuk létre a C-t. 1, 2, 3, 4. Na, ilyenekre mondjuk teljesen felesleges immutable.js-t használjuk. Tehát van ez a first,
Tessék, egyet kaptunk. Van egy last, négyet kapunk. Hát remélem. Négyet kapunk. Jó? Tehát, hogy ezek mind-mind működnek. Vannak ilyen izgalmasabbak, mint például az includes, azzal meg tudom nézni, hogy valami benne van-e ebbe a dologba. Hát ez elég kellemetlenül jött ki. Azért true. Bennem van a három. Na, munka és kacagás, false. Jó? Tehát ez megint egy három egyenlőségjeles ellenőrzés van mindenhol. Figyeljünk a típusokra. First, last, van delete, van insert, ezek adott helyre tudnak beinzertelni dolgokat, mivel ez egy tényleg egy lista, tehát egy öré, azt tudom mondani, hogy mondjuk a harmadik helyre rakja valami. Minden meglepő, van egy clear function-je. Jó? Tehát itt nem az van, hogy az immutable object-et így felülcsapod, hanem a clear function egész jól ki tudod használni azt, hogy ez egy normális object. Nézzük picit a mapet, map többször kerül elő, vannak nagy objektjeink, abból szeretnénk valami okosságot. Set, get. Jó, ez elég egyértelmű. Set, az egy függvény, simán csak beadok valamit, get és egy függvény, set in, get in, ezek listákat kapnak. Listában mindig megmondod, hogy ezen a kulcson belül lévő, ezen a kulcson belül lévő, ezen a kulcson belül lévő, ezt szeretnéd kinyerni. Merge deep-et megmutattam az előbb, meg a merge-et is. Annyi a kettő között a különbség egyébként, hogy még a merge az annyit csinál, hogy amint talál egy ugyanolyan kulcsot, az eredetit egy az egybe felülírja vele, a merge deep pedig annyit csinál, hogy minden egyes szinten megpróbálja összeönteni a két adathalmazt, és a kialakulót adja vissza. Jó? Ez megint csak ilyen funkcionalitás függő. Mit szeretnél? Lehet, hogy itt bizonyos kulcsokat kiveszel, az adott bázisból már csak az jön le, hogy hoppá, megváltozott ez az object, már csak így néz ki. Akkor a merge mondjuk egy jó dolog, több adatot kell megjáratnod. Ha diffeket küldesz rá, merge diffel állsz neki. Meg van egy merge vid, meg mit, tehát tényleg végtelen függvény. Jó, ezeket fogjuk használni. És szerintem ti is. Bárhol találkoztok immutable JS-el, amíg nem iszonyatosan lassú, addig lista lesz meg már. Ez egy elég általános. Na, és akkor most. A rémisztő dolgok. Jó, ezek csak a szekciói a dokumentációnak. És mondjuk belenyitok egy listába, van egy pár történet, hogy hogyan lehet ezt bejárni, hogyan lehet szekvenciát csinálni, hogyan lehet kinyerni dolgokat, szabszekvenciát, ilyesmi, és ez még csak a lista. Jó? Ugyanez van a maphez, ordered maphez, stackhez, sethez, van még range is, bár nem tudom, hogy mire használjuk. Hú, de izgalmas. Tehát, hogy megpróbáltak minden olyan dolgot összeszedni, ami valaha előfordulhat, és legtöbb ilyen nagyon metában van leírva, dokumentáció szintjén is. Mondjuk mutatok egy map merge deep-et. Na most ebből szerintem nem nagyon jönnél rá, hogy mi a tök van. Jó? Pont, 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 collection, array, iterable, k, v, key, string, v, izé, mit tudom én, de itt legalább van egy example. A legtöbbnél... Jó, ezek mondjuk a legjellemzőbbek, amiket az emberek használnak, de tessék. Tehát, hogy így, who is the example? Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz néha ebből a kriptikus valamiből kinyerni azt, hogy mit akar egy adott function. Nagyon sokszor neki szoktam állni tényleg ilyen sandboxba játszani vele, hogy mi történik. Gyakorlatilag minden tud, ami adatmanipuláció, és JavaScriptben előjöhet. Jó? Nyugodtan használjuk. Én is használom, nem szégyen. Még a sort by-t megmutatom, annak nagyon, nagyon izgi a leírása. Tehát, hogy úgy tud sortolni egyébként, mondjuk egy komolyabb collection az egy abstrakció, mondjuk a lista implementálja a collection-t. Jó? Tehát, hogy ilyen okosságok vannak még ebben. Tehát úgy tud sortolni, hogy megmondod, hogy a belső dolgokat mivé képezze le. Tehát itt jelenleg valószínűleg valami objekteket tárol, ez a lista, az objectből egyetlen egy kulcs kell, az immutable.js ezekből csinál egy új listát, az új listán sortol, az arab sorttal, tehát az alt komparátorral a kisebb, mint b, akkor mínusz egy, a nagyobb b, akkor plusz egy, különben nulla, de egyébként te magad is megírhatod a komparátort. Jó? Tehát, hogyha ne adj Isten, úgy szeretnél sortolni, hogy nem is tudom, kiveszed az első karaktert, és csak a második karaktertől nézel egy stringet, és úgy szeretnéd sorba rakni. Erre egy saját komparátor függvényt írnék, bár ez is olyan, hogyha picit okosabbak vagyunk, akkor a value mappert így írjuk meg úgy, hogy nem az eredeti value-t, hanem az első betűtől kezdve vegye a stringet, arra már lehet. Group by, tessék,
lehet gruppolni dolgokat, és akkor visszaad egy olyan mepet, amiben lisztek vannak, amiben az egyes gruppok benne vannak. Tehát tényleg mindenfajta adatmanipuláció elég kultúráltan ki van találva. A legtöbb dolgot szekvenciával tudod alakítani, vagy kulcs szekvenciára, vagy value szekvenciára, vagy indexelt value szekvenciára, vagy setre, vagy mit tudom én. Tehát iszonyatosan sok funkció van. 90%-et nem fogjátok használni, szerintem. De mondjuk tök jó dolgok vannak. Többire meg ott a Stack Overflow. Többire ott a Stack Overflow, ha valaki már végre rájött, hogy hogyan működik. Jó. De tényleg, nem véletlenül nagy ez a library. És akkor módosítsuk a kódunkat. Végre eljutottunk erre a pontra. Ez szokott egy picit engem is felvidítani. De akkor használjuk a bétát. Azt úgysem sikerült még élesben tönkretenni. Na. Kérlek, valahol egy NPM Insta. Csak így. Így nem lesz annyira izgalmas. Na mindegy. Mert ez még a 3.9 valamit fogja szerintem fölrakni. 3.8.2 főleg. So 5 minutes ago. De hogy a lényeg, hogy meg lesz maga a csomag. Na nézzük, hogyan kellene. Nem módosítottam semmit a múlt hét óta. Nagyon remélem, vagy tudom, npm start, akkor már legyünk kedvesek. Tehát remélem, hogy olyan formában hagytuk itt ezt az egészet, hogy mondjuk működik. Mondjuk egy inspect nélkül nagyon nehéz lesz ez. Jó. Hozzá tudok adni elemeket. No more Pista, az mit csinál? Ja, hogy igen. Redux törli az elemeket, és egyes elemeket tudok törölni. Jó, ennyi volt szerintem a múltkori mókázásunk. Így is van, tehát implementáltuk az add to do-t, még talán valamit. Valamit még implementáltunk. Mindjárt megnézzük a reducerünket. Aha, nem sikerült szétpakolni fájlokba, tehát itt lesz a reducerünk. Van egy keresőnk, egy törlés, meg egy hozzáadás. Search change, mit csinálsz te itt? Azt mondja, visszaadja a tudókat. Aha, jó. Ez csak annyit csinál, hogy megváltoztatja ezt az egészet. Na, nézzünk bele, végre kezdjük el ezt az egészet. Import from.js from immutable. Mindig így kezdődik ez az egész. A reducerekben a belső state-ek, azok rögtön immutable. Innen kezdődik egy React Redux-os projektnek az átvarázsolása immutable.js-re. Tehát azt mondom ezen a fronton, hogy from.js. Ez a gyakorlatilag a teljes alkalmazásomat össze fogom törni. Jó? Tehát, hogy így minden, amit eddig írtunk, az gyakorlatilag meghalt, ezért nem a végén érdemes eldönteni, hogy immutable.js-t fogunk használni. Na, mi kell ahhoz nekem, hogy ez az egész működjön? Hol álltunk meg először? Map state to props, ott már problémáink vannak, mert ez a filter nem úgy fut le, hogy kéne. Nézzük meg. State.tud, úgy pedig ennek pont jól kellene lefutnia. Menj innen. Pont jól kellene lefutnia, de mindjárt megnézzük, miért nem szeret minket. Lehet, hogy újra kell töltenem az oldalt. Zseniális. Hol van? Nézzük meg ezt itt, hogy itt mi történik. Jó. Hogy a teljes state-em egy immutable object-et, ez tök király. State-en belül... State-en belül, ahhoz, hogy a to-do-t kinyerjem egyáltalán, ahhoz nekem egy get függvény kell. Na nézzük meg, hol történik ez a varázslat. Nem merem fogadni, hogy valami olyan helyen, ahol nem is gondolnám. App container. Király. Tehát state.to-do. Ide berakok egy get-et. Ezen a ponton még mindig csak egy immutable valamit fogok visszakapni, egy listet. A listen definiálva van ez a filter. Viszont a filteren belül az egyes objektek megint csak mapek lesznek. Azért valószínűleg így kell ezt nekem kinyernem. Tudom, elég kreténül néz ki. De legalább pontosan tudod, hogy mi immutable és mi nem. Így. És így. Na nézzük. Mi történt? Aha, ugyanaz. Igen. Kérlek. Így is van. Tovább léptünk, mert ez már valahol máshol van. Jó. Menjünk át a másik konténerünkbe. Valószínűleg itt is csinálunk valami izgalmas dolgot.
Tehát itt is azt tudom mondani, hogy get to do's. Jó. Majd megváltoztatjuk ezt, és most ez ilyen parasztba megy. Az a get nulla viszont nem lesz ott, jó? Azt kell mondanom, hogy first. Na, már visszatértünk az alkalmazásba úgy, ahogy semmi nem fog működni. Mit kell megcsinálnunk ahhoz, hogy működjen ez az egész? Ja, így mutatom, így a legszebb ezt megtekinteni. Ugye elvileg itt megjelent az előbb egy to-do. Azt miért nem látom most? Azért nem látom, mert amikor össze van drótozva ennek a to-do-nak a kijelzése, valószínűleg a list itembe, akkor egész egyszerűen csak azt mondtam, hogy item.value. Valóságban viszont ez már egy immutable object, tehát azt kell mondanom, hogy item.get.value. Pista. Ott is van, no more pista, ismét csak nem működik, mert minden JSON parse meg JSON stringify, pont azért, hogy elengedjük az összes pointert. Ugye a múltkor nem véletlenül futottunk bele ebbe a problémába, és ezzel lehetett a legjobban megoldani. Teljesen rossz helyen van ez az egész kód, nem? Nem kell. Inkább csak becsukom. Ne is lássam. Na, térjünk vissza megint csak a reducereinkre. Hol vagyok? Itt van. Vagy hát az egy darab reducereinkre. Nézzük meg először a hozzáadást. A hozzáadásnak hogy kellene működnie? Bejönnek ugye tisztán az adatok, viszont én azt fogom most csinálni, hogy return igen, state.set todos state.get todos .insert from js. Kapaszkodjatok, ez most szerintem a bonyolultabb módszer. Nagyon szép. Jó. Mit tettem? Most itt tényleg az eddig elmondott dolgokkal. A state-en beállítom a to-do-t valami új dologra. Úgy, hogy a state-ből kinyerem a to-do-t, tehát gyakorlatilag ezt a pointert pusholom vissza majd oda okosan, úgyhogy beinzertálok még egy elemet, amit megint csak, érdemes odafigyelni, hogy from JS-t jó sok helyen fogunk a kódban hívni, ezt a belső cuccot, ezt megint egy immutable map-be konvertálom. Egyébként, hogyha ezt a from JS-t kihagyom, ez is egy tök valid dolog, viszont akkor a to-do-n belüli egyes elemek, azok már nem immutable-ök, hanem egy sima objectet kapok vissza. Tehát azon a ponton ez az egész immutable-ös móka, meg amiért csináljuk, ez összetörik. Ezért így aránylag de facto, hogy minden, ami egy immutable objecten belül van, az is immutable, vagy primitív típus. Ez is olyan, hogy a performancia probléma megkívánja, nyugodtan áthághatjátok ezt a szabályt, de általában fingatok sem lesz, hogy most pont x-et, vagy pont get x-et kell írni. Na nézzük, hogy működik ez az add. Zseniális. Mit tettem tönkre? Aha. Na nézzük, mit szúrtam el. To do's az egy lista. State set, to do state get, to do's insert. Meg nem tűnik annyira elvetemültnek ez a dolog. Azt mondja, van egy listám. Majd miért nem debuggolok? Várjál. Sources, webpack, src. Na nézzük. Kösz. Nagyon kedves. Na, végre. Az appomban van a reducerem, mert app konténeremben van a reducerem. Indexemben van a reducerem. Király. Mert hogy mostantól, hogy immutable JS-ekkel dolgozunk, nem kell attól félnem, hogy elszúrom az eredeti objecteket, mert lehetetlen, hanem nyugodtan tudok olyat csinálni, hogy beírom ide ezt a nagyon szép dolgot, és utána fogom ezt a sort, és saját magamnak lefuttatom. Jó, hát akkor valószínűleg itt van a problémánk. From JS is not defined. Na nézzük meg még egyszer, hogy mi történne. Hogyha... Teljesen megzavarom magam. From JS, jól értem. Így is van. Get insert. Ezzel sincsen szerintem semmi probléma, de mindjárt megnézzük. Azt mondja state.get, akkor hagyjuk ki ezt, hanem csak hozzáfűzöm azt, hogy valami. Én is vissza szoktam konvertálni, hogy egyetlen tudjam, hogy eltaláltam-e azt, amit csinálok. Valószínűleg hülye vagyok, mert az insert két paramétert vár, egy kulcsot és egy, vagy egy helyet és egy értéket. Ezért csak annyi szúrtam, hogy ide pust kérjön. Kérlek.
Király. Jó. Tehát most megvan ez a fajta funkcionalitás. Jó lesz ez, jó lesz ez. Törlésnél mit kell csinálnom? Fú, hát elég kellemetlen, mert ezen a ponton én meg fogom változtatni szerintem az adat struktúrát, mert ez nem állapot. Jó? Tehát, hogy tudóknak vannak ID-jai, amik listában vannak, amiket itt keresgetni kell jobbra-balra, meg filterezgetni kell. Ezen a ponton csináljuk azt, hogy vannak a tudóink. Minden egyes tudónak so close, van egy ID-ja, ami gyakorlatilag a kulcsa, és van a hozzátartozó object. Mindegy, hogy mi a kulcs, lehet string is, bármi lehet, de sokkal kézhez, vagy kézenfekvőbb azt mondani, például, hogy set in to do's, azt mondom, hogy csinálok egy ilyen ID-t, let ID az egyenlő mat.random, csinálok egy ilyen ID-t, és egész az, egyszerűen azt mondom, hogy a to do's-on belül állítsd be már kérlek ezt az ID-t, használjuk stringként, jó? Erre az értékre. From JS-be átvett értékre. Miért csináltuk ezt az egészet listába? Azon kívül, hogy az jut az ember eszébe, hogy egy to-do lista van, hevéből adódó van is egy lista. Baromság. Jó. Beszúrást megoldottam. Igen. Mi lesz a problémám? Az lesz a problémám, hogy valószínűleg a kiegészítő kódok úgy mennek végig ezen a listámon, hogy valamit rosszul nyernek ki. Nézzük meg, hol történik a listának a kinyerése. Van egy ilyenem, hogy state.get, to-dos, filter, ahol a value nincsen a keresésben benne, és akkor csinálok egy mappelést. Teljesen fölösleges, kérem az összes to-do-t, mint key sequence. Jó, ez mit csinál? Csak a kulcsokból csinál egy sequence-t, egy listát, és azon tudok majd iterálni. És nézzünk bele ebbe az abba, hogy itt mi történik. Egyébként a search functionality-t hagyom el itt most félúton, de majd mindjárt visszaadom azt is. Így van, az egyes tudós dolgokat le tudom mappelni, itt egy kulcs fog csak bejönni, király. Szerintem ez így működik is. Azon kívül, hogy valószínűleg a kulcsos kinyerés az uplist itemben nem teljesen működik. Mert hogy? Itt azt kell csinálni, hogy get in. Tudós, és ami prop ID-t megkapok, csak a biztonság kedvéért, stringé alakítva átadom. Jó? Igen, valószínűleg ez lesz a probléma. Na, mi nem tetszik most meg neked? State.getin to-dos props.id. Ennek nagyon jónak kell lennie. Mindjárt megnézzük. Az a baj, hogy most már van 4 darab fájlom, és már én magam sem tudom, hogy miben mi történik. Egy mebbet kap, jó dolgot kap. Item.get is not a function, ezen a ponton. De egy mapet kap, tehát egy immutable JS-es mapet kapok ezen a ponton, tehát ezt az itemet, hogyha leadom egyen lejjebb a list itembe, akkor az item.getnek valószínűleg működnie kellene, de nézzük meg, hogy miért nem működik. No. List item container. Gyorsan pucolok egyet. Na. Item.get is not a function. Oh, hello. Miért lettél te hirtelen string? Ez nem fog működni, mi? Na most nézzük meg. State getting. A to-do-zon belül szeretném ezt az ID-t kinyerni. És az nem működik. Na jó. És most tényleg én is úgy érzem, hogy immutable JS-re kellett volna elkezdeni megírni, mert lábon lövöm magam. State from getting. Pedig ez biztos, hogy benne, hogy jó helyen vagyunk, vagy mégsem. Jó. Nézzük. Van egy state-em, király. Get to do's. Az létezik. Jó. Mi a kulcs? Egy. Egy string. Király. És mi a props.id?
Na, ez nem tetszik nekem. Aha, mert key sequence írtam, és nem key sequenced talán. Na, mehetek én is, mint a első naposok. Meg azt mondja, to keyed sequence, de nekem nem keyed sequence kellett venni, hanem csak a keyek ebből a mapből. Index sequence lesz. Value sequence, key sequence. Nem to, hanem key sequence. Oké. Okay. Én kérek elnézést a szerzőktől. Na, térjünk vissza. props.id 1. Patent. Na. Királyság. Nehéz szülés volt. Jó, tehát ilyen finomságokon múlik egyébként ez a történet, de hogyha fölülről kezdett felépíteni, akkor észreveszed ezeket rögtön, nem pedig így félúton kell kikukázni a dolgokat. Jó, jelentősen egyszerűsödött a kód, tény, hogy most a keresési funkcionalitás nincsen meg. Hogyan tudom a keresési funkcionalitást újra visszarakni? Azt mondom, hogy ezen szerintem, most már igencsak szkeptikusan állok hozzá, de ha mondjuk nem itt valósítom meg a keresési szekvenciát, hanem ebben, akkor meg nagyon egyszerűen meg tudom tenni, hogyha benne van a value-ban az az adott string, akkor felhasználom, hogyha nincs, akkor meg nem. Valóságban egyébként mi erre reselectet használunk, ez egy library, ami meg tudja jegyezni így félúton a paramétereket, pont ugyanúgy, ahogy az elején mutattam, egy belső változót tart fönt, ha megváltozik valami külső paraméter, akkor ezt le tudja követni. Na, de próbáljuk meg a delete-et leimplementálni. Menjünk a reducerembe, igen, csak gyorsan. Delete to do. Ugye itt is megint ugyanaz a hackelős megoldás van, azaz valamit módosítok, de egyébként ez a filteres megoldás is szerintem teljesen jól működni tud ebben az esetben, ugyanis a filter az működik listákon, aha, hogy közben én meg megváltoztattam, az már nem lista, jó? Mindjárt state.set, mi kell nekem, todos, state.get, todos, szerintem remove a parancs, action.id, így. Ami még fontos, hogy ahogy látjátok, nem másolom át, tehát nem érintem azokat a kulcsokat, amikkel nem teszek semmit sem, ez nagyon sokat segít a fejlesztés közben. Jó, és ez már működik. Király. Tehát, hogyha ide most kibővítem ezt egy harmadik paraméterrel, akkor azt ide le kellene másolnom, vagy használnom ezt a fajta notációt, vagy ugye töltse ki a többi elemet a state-ből. Nem tudom, hogy a pointerek hogyan variálódnának, de például egy ilyen egyszerű action-t ezt le tudok úgy kezelni, hogy state.set search. Így, né. Jó. Tehát egy adott szint után sokkal egyszerűbb lesz maga a szintax is. Tény, hogy az elején ilyen véres verejtékkel egyszer ki kell küzdened azokat, hogy milyen dolgokat szeretnél megvalósítani és hogyan. Ez itt mi? Ez az attudó random. Jó, király, ez megvan, ez immutable, ez is immutable. Itt is gettel kérdezem le. De ez az átadás is jó. Van még bárhol bármilyen más kódom. Don't do this. Az jól hangzik. Itt van egy mapem, current value, van egy delete pistám, ami a deltudót meghívja egyel. Hívd meg így. Jó. No more pista. Király. Tehát amikor már egyszer áttértek immutable-re, akkor ez egy nagyon jó dolog tud lenni, főleg, hogy mindig mutációk jönnek létre. Tehát, hogyha most jelen esetben szeretném például Ezen az itemen keresztül megmutatok mindjárt valamit. Szeretném az elemeket egyszer ID alapján, vagy igazából amilyen sorrendben felvettem, úgy megnézni a to-do listámat, és mellette, vagy éppen alatta, szeretném úgy megtekinteni, hogy value alapján sorrendben vannak rendezve ezek az elemek. Jó? Tehát azt mondom, hogy to-dos a state.get to-dos a
Szerintem van egy turisztja neki. Így is van. Csak azért, hogy játszunk valami más típussal is. Sort by. Jó? Jónak tűnik. Todos by name. Tehát azt mondom, hogy ezt az eredeti mapet egy listává fogom tenni, utána sortolni fogom értékek alapján, és utána még meg fogom azt tenni, hogy lemappelem az egyes értékeket az e.getID-ra. Jó? Majdnem ugyanazt teszem, mint eddig. Miért ilyen rettenetesen kretén a automatikus formázásom? Tehát, hogy az eredeti todos most már mapemet nem megváltoztatva, csak mutációk során el fogok oda jutni, hogy ez alapján létrejön egy új immutable.js object, ez alapján létrejön egy másik, ez alapján egy harmadik, és gyakorlatilag eddig a pontig az eredeti mapemen belüli kulcsokat és értékeket fogom használni, csak úgy, hogy a pointereket másolgatom. Mert hogy nem történik más művelet, mint egy listám alakítom, és egy sortolást végzek rajta. Hogyha itt például lenne egy set, vagy egy get, akkor van az, hogy új memóriaterületet foglalok, újra allokálok mindent. Na és nézzük meg, hogy be tudom ezt konnektálni szegényet ide. Azt mondja, hogy itt lesz egy csak úgy listám, itt pedig egy név szerint sorba. És meglepő módon tudom ugyanazt használni. Csak azt kell mondanom, hogy todos by name. Azonos szinten vannak valamit, még a kulcsokkal kezdenem kell. Pofátlan leszek, berakom egy diffbe. Na, nézzük. Jó. Név szerint, tehát a pista lett, ez jó helyen van. Ó, oh, hello. Mi történt veled? Igen. Cannot read property. Na nézzük meg, hogy itt mi jön ki belőle. Tökéletes. Tökéletes. Mi a fájdalom tárgya? List item container. Az jónak tűnik. Azt mondja, hogy a... Cannot read property get of undefined. Tehát valószínűleg megint ebbe a leképezésbe akadunk bele valahol félúton. Props ID. Nézzük csak meg, hogy van az a pista felvéve. Van egy olyan érzésem, hogy... Vagy hát... Így kell lesz nekem, ugye? Ne vicceljünk már. Na, jó. Akkor... Elvileg semmi más nem csináltam, csak sorrendbe raktam. Oké. Okay. Na most van az a fajta fejbe keresünk, hogy én is tudom, hogy mi történik. Mert hogy egymás után jól kerülnek be az ID-k, sőt, ahogy nézitek, sorrendbe is rakta. Mi lenne, hogyha Spaneknek rögtön definiálnék egy olyan izgalmas dolgot? Ezt nem fogom tudni ide mi. Akkor div. Tehát azt mondja alma. Igen. Körte. És akkor a. És ezt be fog ugrani elé. Amat.random mindenit. Miért nem ugyanazok? Ez most már engem is elkezdett izgatni. Azt mondja 89. Minden egyes alkalommal, amikor hozzáadok egyet, az jól néz ki. Abban biztos, hogy... Na. Most már levadásszuk ezt. Nem, az a mat.random mondtam a legelején, hogy mindent meg fog borítani. Erre nem gondoltam, hogy engem is. Each child should have a unique key. Az úgy aránylag megtörtént. Az elemek számos témmel. Jó. Hát, hogyha nem az a belső, meg a külső ID, akkor igen nehéz dolgunk lesz. Bocs.
Jó. Jó, sokkal megnyugtatóbb lenne, ha lenne mögöttünk egy backend, mert akkor ilyen hülyeség nem kerülnek elő. Na. Alma. Körte. Barack. És itt sorrendben vannak. Megmutatom egyébként. Sorrendezés JavaScript szerint. Tehát, hogy... Jó. És akkor ez az a pont, ahol egy leheletnyit tudsz finomítani ezen az egészen, mert mondjuk a sorrendezés leképezésébe itt azt tudod mondani, hogy to lower case. Jó? Tehát, hogy ez nagyon, nagyon szép. És amiért mi nagyon szeretünk immutable JS-t dolgozni, egyébként attól függetlenül, hogy ezeket a sorokat ezt konzolomban szoktam megszülni én is, jó? Tehát megállítom az adott ponton a kódot, elkezdek vele játszani, mit, hogyan kell megcsinálni, mert egy two key sequence és a pont key sequence között pont annyi a különbség, semmi nem fog működni. Tehát, hogy azért szeretünk, mert hogy ezeken a pontokon, ha megnézed, egyedül azok az értékek és kulcsok kerülnek elő, amit érintesz. Tehát itt jelen esetben például egy sem. Jó, a to-do-t tudnod kell. Itt a szortolás miatt előkerül a value, mert az alapján szortolsz. Itt előkerül az ID. Itt van a list item-em. Itt csak a value kerül elő. Tudom, hogy explicite ezelőtt is csak ez volt kiírva, de valóságban a teljes itemről nagyon sok mindent kellett ezen a ponton tudni. Mert különben átadhatnám ezt az egészet egy valaminek, hogy megint egy komponens lesz. Azt mondja, mi legyen itt. Hú, már majdnem az összes általam ismert taget felhasználtam, de legyen itt egy text. És legyen a value-ja, az az item.getValue plusz item.getId. Type text, az benne volt, jó. És itt ez a valami, beillesztem ide. Oké, mindegyik mögé beszúrja, hogy Pista 1. De itt például tudok egy olyat csinálni, hogy item.set, nagyon ritkán kerül elő a kódba, inkább Redux-on keresztül, meg Reselect-en keresztül csinálunk ilyeneket, nem komponenseken belül, nem variálunk adatokkal, de ugye megvan a lehetőségünk rá. Mondjuk azt mondom, hogy a value-t azt beszeretném állítani. Mit tudom én, az item.get value plusz copy-ra. Neki még így értelme is lesz. Jó? Ja, hogy jött ez az egyes a végére? Ja, így jött. És akkor látjátok, az adatstruktúra megsemmisítése nélkül csak mutációkon, transformációkon keresztül el tudok jutatni nagyon sok adatot nagyon sok helyre. És mivel immutable, ezért, hogyha úgy érzem, hogy például innentől ki kell egészítenem ezt a struktúrát valami extrával, azt nagyon kevés helyen teszem meg. Tehát azt mondom, minden egyes tudónak legyen egy kolorja. Ezeket a színeket felismerem. Na. Azt mondja, hogy colors, mert ebből sosem lehet gond. Jó, tehát mindegyiknek lesz egy színe. Kérlek. Semmi más nem kell a kódomban módosítani, mert ugye az adat valamilyen szinten el fog jutni mindenhova, mivel immutable még jobban beburkolva, mint eddig, és azt tudom itt mondani, hogy style background color item.get color. Mert ő fehér. Összejött ez a random. Király. Hát,
fejlesztők dizájnolnak. Na, és mi történik egyébként, hogyha kiveszem ezt a kolort? Csak úgy, a kódból. Mert eddig jó móka volt, de már nem kell. Összetörik-e az alkalmazásom? Nem. És ez a fontos nekünk még. Mert a color undefined lesz, jó? Meg tudom mutatni. Egy de gonosz leszűri. De hogy alapvetően az immutable objectek, hogyha egy get-tel lekérdezel valamit, vagy get innel, akkor sosem dob exception-t, hanem azt mondja, hogy undefined. Ami vagyok egy sokkal vidámabb működés, mint exception dobni. Mire? A színe lett undefined, nem az ID-ja. A szín egy merőleges funkció, most jelen esetünkben. Visszatehetem a színt. Jó. Annyi még? Még van úgyis egy negyed óránk, hogy játszak. Úgyhogy a színeket visszarakom, mert szerintem poén. És csináljuk meg azt, hogy ne csak value-ja legyen, hanem mondjuk price-ja is legyen az egyes dolgoknak. Jó? Ez egy egész komoly funkció kiegészítés, de most már, hogy van egy komolyabb stackünk, ezért jó lesz. Pista egy petákba fog kerülni. Jó? Minden más, amit hozzáadunk, ki kell egészíteni egy extra field-el lényegében ezt az egészet. És most remélem, hogy most fog valamilyen szempontból összeérni ez a történet. Hol kell kiegészítenem? Először is tök jó lenne még egy ilyen mező. Amit úgy fogok hívni, hogy price. Input ref. Price. Ugye ez raktam kívül menedzselt objektum, úgyhogy ez kell neki. Létrehozom a referenciát, létrehoztam a mezőt. Eddig semmi extra. Mi történik az add-nál? Ez így van meghívva, hogy a propon keresztül a konténeréből megkapta a functiont, amit meghív. Itt kiegészítem, azt mondja this.inputref price.current.value. Tehát semmi más, nem csinálom, kinyerem még azt az adatot is. Mennem kell tovább. Van ez az onAddToDo. Egy dispatcherbe bele van kötve, már látszik, hogy nem csak text jön be, hanem price. Price. Ez azért jó, mert látom, hogy ezt az AddToDo-t is módosítani kell, ami az Action Creator. Ide is kell nekem a price. Már csalok, mert ugyanazt a kulcsot húzom tovább, ahogy egyébként kultúráltan tenni kéne, meg külön összekeverednek a változó neveid. Ez alapján egyébként rá tudsz keresni a teljes kódodban. Na jó, itt van a teljes kódom valahol. Használom még valahol az AddToDo-t. Minő meglepő, máshol nem használom. Egy helyen használom, az összes többi ki van kommentezve. A delete to do-nál tud ez majd még izgulni. Jó. Megcsináltam ezt is. Mire van még szükségem? A reducerekben megnézem, hogy az add to do egyébként hol van. Lehet ez 15 reducer, lehet egy is. Add to do, király. Beérkezik valahogy ez a cucc, azt tudom majd mondani, hogy price, action.price. Ezek után már elvileg le tudom kezelni a price-tot. Add. Attól függetlenül, hogy nem látom. Jó, de nézzünk bele Redux-ba. A to-do, a state-emben van egy to-do. Ja, a Redux alapból föl tudja oldani az immutable JSS objekteket, hogy ne néz hülyén erre az egészre, jó? Tehát, hogy nem véletlen. Van egy price, és van egy price-om. Király. A price-ot még ki fogom valahova jelezni, mert nem véletlenül akartam ezt behúzni ide. Hol vagyunk? List item-be. Tényleg egyre csúnyabban néz ki ez az egész. Legyen ide az elejére spanbe, aminek a szélessége 30 pixel legyen, mert 30 pixelbe biztos minden el fog férni. Abba belerakom az itemnek a price-át. Item.get price. So close, ide még kell ez. Jó, Pista elé egy jön be. Optimista voltam. Vagy egész egyszerűen csak béna voltam, mert minden div. Egyértelműen inline block. Jó, király. Hozzáadok valamit. Egész megtévesztő módon, hogy keresztbe adódnak hozzá az értékek, de látjátok, hogy mi történik. Ó, és a delete-re kattintottam. Mindegy, mindjárt jó lesz ez. Hozzáadom őket. Na, a kiegészítéssel mit módosítottam?
Először nekiálltam az adatstruktúrának. A reducer-emmel, most volt egy initial set, mindegy, de a hozzáadáshoz nyúltam volna mondjuk először, vagy a törléshez. Legyen a redux-os részkerek. Képes az adatokat lekezelni, képes módosítani. Azt is megtehetem ezen a ponton egyébként, hogyha mondjuk 4000 indiaival kódolok együtt, akkor meg tudom azt mondani, hogy type action price az undefined-e, ha undefined legyen egy, különben meg action price. Jó? Tehát itt még tudok okosnak lenni, de ezen a ponton el fog pattani a kódom, hogyha valahonnan onnan jön az adat. Jó, kiegészítettem az add-to-do lekezelést. Utána láttam, hogy az add-to-do action-t kell kiegészítenem, föl kell vinnem egy fieldet, amiben beírja a paraszt ezt a dolgot, megnézem, hogy az action hol lövődik el, ott még hozzáadok még egy paramétert, és ennyi. Az alkalmazásom többi részéhez nem kell nyúlnom. És akkor nagyon remélem, hogy így zárásként még tudok egy olyat is csinálni, hogy ezt csak úgy ott módosítom egy leheletnyit, vagy hát... sum, props.sum. Jó, tételezzük fel, hogy nem akarok nagyon belefutni egy immutable JS-es varázslatba, de talán annyit megtehetünk, hogy megnézzük. Na jó. Egy mapem van, ugye? Ha a listává konvertálom, akkor lista lesz belőle. Ha listám van, akkor valószínűleg tudok rajta meghívni valami olyasmit, amivel összetudom szummázni ezt a dolgot, mondjuk egy reduce-t. És nézzük meg ezt, hogyan néz ki. Aha, kösz, van egy reducer-em, ami azt mondja, hogy min, milyen érték, milyen coach iterátor, na jó. Lehet, hogy tényleg stack overflow lesz, de próbáljuk meg. Azt mondja a sum. Azt mondja, state.getToDos.toList.reduce. Azt mondja, hogy haha, adott elem, jelenlegi sum, abból legyen egy... Mindjárt kiderül. Mágikus. Szerintem nulláról indít, úgyhogy nem kell neki a második paraméter. Azt mondja, hogy listává tettem. Eddig jó vagyok. Aha. Viszont attól, mert listává tettem, minden elemet benne tartottam, tehát le kell mappelnem. Így. Miután lemappeltem, de reduce-állok rajta egyet. Oho, ez már jobb lesz. Azt mondja, hogy kenyer. 11. Éj, so close. Ez a jelent. Igen, ez igen csak. De inkább itt legyek okos megfelésnél. Aha, so close, ide kell a kenyer. Mert nagyon megtéveszt, hogy kereszt van. 23. Jó, és hogyha meg azt akarnám, hogy mondjuk itt ne csak szortolva legyen, hanem filterelve is, és akkor ez az a pont szerintem. Map, az még odafér, így né? Val azt mondom, hogy csak azokat az elemeket szeretném megjeleníteni, aminek fáros az ára. Akkor nézzük meg, Pista nem jelenik meg név szerint sorba. A kenyér az 12 legyen, azt hozzáadok. Legyen egy kenyér 2-ünk 13-mal, ismét csak nem jelenik meg, utána hozzáadok egy almát 3-mal. 2-vel akartam. Jó. És ezért mondják azt egyébként, hogy egy adott ponton a JavaScript kezd úgy kinézni, mint hogyha egy deklaratív nyelv lenne. Jó? Tehát, hogy ebből hogyan jutunk el ide, az már nagyon nem azon múlik, hogy for ciklus, meg mit tudom én mi, hanem lemeppelek dolgokat, segédfüggvényekkel iterálok, filterelek, mit tudom én, és nagyon pici a memória footprintünk ám. Tehát ki tudom én rántani most egy az egyben UI-t alóla? Nem. Viszont ezt meg tudom csinálni, hogy ellövök, hol van ez a cucc?
index. Valahol itt van a state-em. Tudom. A store-om. Okay. To-do-adnak hívtam? Minek hívtam én ezt? Aha, ide még be sincs húzva az actions-ből. Jó, akkor ez már így mered. A to-do, mi kell neki, value, barátom a mat.random, azt mondja, price kell neki, a mat.random. Na jó, mat.round, 1000-szer mat.random. Király. Na nézzük. Price király. Ide azt mondom, hogy az így nem lesz jó. Legyen 100, 300, azt még felfogja az agyunk, és set interval. Aha. Nem value-nak kell átadni, mi? Az action creator-be, pedig mindenhol value-nak használom. Ha nem new to-do-nak. Na, és ezért vannak ezek a cuccok, mert még egy ekkora to-do abban is sikerül elírnod ugyanazt a változót. Igen, pedig azok már befutkároznak ott elég keményen. És a diff is hozzá készül. Value lowercase. Aha. Oké. Okay. Jó. Tehát, hogy egész jól működik az alkalmazásunk, szerintem. És akkor annyi, hogy elkezdhetjük nézni a... Miért nem tudok néha tabukat váltani? Performance, ott van. No. És nem tudom, hogy az megvan-e, de hogy az újban már van egy ilyen is. Na. Tehát, hogy látod-e a JavaScript heap-et, meg hogy mennyi DOM nódod van, mennyi event listener van hozzárendelve, és ez hogyan változik. Azért valójában már egész sok elem van valószínűleg, és nem tudnám megmondani, hogy mennyi, de lemerem fogadni, hogy tudnék egy olyan függvényt írni, ami megmondja, hogy mennyi. Látszik, hogy a DOM nódok száma folyamatosan növekszik. Viszont a JavaScript heap pont az immutable miatt egy egész szép határon belül lesz. És akkor nézzünk meg egy picit komolyabban itten profilingot. Most kezd megsülni a gépem. Na nézzük. Jó, te állj le, vagy nem tudom. Tehát itt van egy hozzáadás esemény. Az egy hozzáadás eseményen belül mi történik? Meglepő módon az újra paintelés, mivel már elég hosszú az ablak, azzal lesz a legnagyobb probléma. Látszik, hogy a dispatchen belül valamilyen state lekezelésben van még itt a mókázás. Ez valószínűleg render loop, és azon belül próbáljuk frissítgetni az objekteket. De jó eséllyel látszik, hogy jól skálázódik a cucc, mert hogy kb. Ugyanolyan szélesek ezek a dolgok. Tehát azon kívül, hogy a kirajzolás egyre több időt vesz igénybe, az alkalmazásunk jól skálázódik. És valljuk be, a kirajzolás csak azért vesz iszonyatosan sok időt igénybe, mert hogy már egy 5000 magas domunk van. Jó? Már bele se bírok tekerni. Jó. És természetesen, csak a poén kedvéért, ezt most kimentem, visszaírjuk a kódot, tehát ezt kikommentelem, és visszatöltjük a state-et. Jó? Persze. Hát azt én itt tudni szoktam, hogy mi az utolsó. State 1. Ahaj, kérlek. Nem jött össze? Nem kedvel. Pont ezt akartam megcsinálni, hogy még azon a nagy... Nem, ez menni fog benne. Sőt, még jobb. Ennél furcsa módon nem tudtam elérteni. 3 másodpercig toljuk, a 100 elem lesz.
No, király. Hát kb. 100. Jól van. Bármikor. Jó, itt van egyébként a formom, tehát még mindig hozzá tudok adni. Mi lenne, hogyha A betűvel hívnám, és akkor legalább jó helyre kerül. Ott van, ott van. A copy. Ugyanúgy tudok törölni, sőt, igazából végig tudjuk játszani az egészet, megint az elején. Ja, mat random miatt nem tudjuk, basszus. De hogy végig tudnád pörgetni az összes lépést az elejétől elkezdve, hogyha nem mat.randommal jönnének létre ezek az elemek. És akkor annyi, hogy még a végére, hogy befagyasszam a gépemet, így néz ki a state-ünk, chart-ba. Jó? Tehát, hogy ott vannak az egyes elemek, nódok, és azon belül meg van mondva minden. Itt egy tree-be. És ezért nem így szoktuk nézni, hanem diff-be szoktuk nézni, meg az action szoktuk nézni. Jó? És ugyanígy működik minden ilyen húzottság. És annyi, hogy ezen a ponton bármilyen funkcionalitást, ha belegondoltok, egész egyszerűen hozzá lehet rakni, mert a meglévő adatstruktúrának a különböző leképezései az, amivel tudsz manipulálni. Na, és visszaértünk oda, jó eséllyel a DOM nódok visszaestek arra a szintre, ami még mindig elég kellemetlen, mert nem sikerült mindent eltávolítani, de hogy a JavaScript heap size az megint egy kezelhető dolog, itt voltak szerintem a re-renderingek, és hogyha megnézitek inspectbe, rendes domba, ami ugye drága, ez az iframe valami Chrome extension. De a rendes domba nem hagytunk semmi szutykot, a React is valószínűleg, ha betölt, akkor elég tiszta lesz, mert úgy vannak a szintek, ahogy hagytuk őket. Redux-ba mindenről már felszabadítottuk a referenciát, hiszen nincsen vizuálisan kirenderelt terem, és a régi state állapotokat eldobjuk. Tehát jelenleg ez a 42 mega, most már szerintem lefutott egy GC, befrissítem. Oh. Kérlek, ne tedd ezt a részt. Tehát 42 mega volt ugye a memória, ami egyébként fölcsúszik. Na jó, valószínűleg már nézek valamit. Megfigyelés alatt változik. De hogy nagyon alacsony memória volt az ahhoz képest, hogy mi minden volt bent, és hogy utána felszabadítottuk. A DOM nódokból még szokott pár lenni, ami így lebeg a levegőbe, úgyhogy ezt engedjétek el. Ezt sosem ugyanik vissza minden. Király. Van egy kérdés? Immutable JS-re. Tényleg egyszerűbb. Egyszer kell megugrani azt a szintet, hogy ráveszed magadat, és a dokumentációt legalább egyszer ránézel távolról sötétben arra a két függvényre, amire szükséged van, a többi meg majd úgy is úgy jön elő, amikor útközben küzdesz vele. Stack Overflow.